A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy kicsit révedezzünk a múltban, hiszen talán még nagyon sokan itt vannak köztünk, akik emlékeznek rá, hogy az Icarus voltak éppen lefette, ha úgy tetszik, csak nem egész Európa autóbuszgyártását, hiszen fantasztikus autóbuszok készültek itt. Ehhez persze kellettek azok a kivételes tehetségű formatervezők is, akik ennek a lehetőségét megteremtették. Közülük az egyik, és az elsők között természetesen Őrsi Ferenc, a legendás Icarus buszok egyik formatervezője, a 300-as busz család atya, ha úgy tetszik, akit a Fejér megyei hírlap és a fevo.hu az év emberének választott. Először is gratulálok. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez megerősítést jelentett önnek. Igen, óriási meglepetés volt számomra. És hát természetesen rendkívül jó érzés, hogy láthatatlanul is ennyi ember áll mögöttem és tud rólam. Nos, természetesen erről is beszélünk, de ha már formatervezésről beszélünk, az elengedhetetlen a rajz szeretete, és önmagában a tervezés, mert hogy ez majd aztán a későbbiekben kézen fogva járt önnél, de ehhez viszont kell egy indítatás. Nyilvánvaló, hogy akkor már gyermekkorában is érdeklődött a rajz iránt. Beszéljünk erről. Hát valóban nagyon korán gyökerezik az indítatás a rajzolás iránt. Nagyon furcsa módon a nagymamáinknak volt egy 1930-ban kiadott Tónai világlexikon gyűjteményük. Tulajdonképpen ez maradt meg nekik a II. Világháború után, mint egyetlen kincsük, hiszen teli találat érte amúgy a házat, egy belövés. És hát kisgyerekkoromban ezt forgattam, rengeteg rajzot találtam benne, ugye távoli földészek, egzotikus tárgyak, egzotikus emberek, egzotikus állatok. És teljesen lenyűgözött az a világ, amit az a lexikon nyújtott. Ráadásul a második, akkor még csak udvarló rangot képviselő, vagy birtokló, nevelő, későbbi nevelőapám nagyon korán megtanított olvasni és írni. Az egészen 4-4,5 éves koromban már folyékonyan olvastam, illetve írtam. Ez rendkívül sokat segített, hogy a lexikonokat ugye nem csak mesekönyvén forgassam. Innen indult az első ceruza koptatása és az első papír teli rajzolása, amit aztán sok-sok, 10 000, 100 000, nem tudom, talán a földet is körbe rajzolhattam, hogyha összeraknánk a vonalakat. Tudatos volt, hogy a műszaki dolgok iránt érdeklődött? Abszolút nem. Nagyon-nagyon sokáig a természet nyűgözött le, és nagyon-nagyon sokáig, egészen 14 éves koromig én elhivatottan erdésznek készültem. Emellett persze érdekelt minden, ami gurult, repült, úszott, emberek portréi, csatajelenetek, épületek, és hát tehát minden evő volt, ami így fogalmazok a rajzolás tekintetében, de a fő cél az erdészet volt. És hogy változott ez meg? A középiskolában? Nem, roppant egyszerűen. Édesanyám egy nagyon racionális személy volt, közölte, hogy édesfiam, ez egy nagyon szép elképzelés, de Magyarországon van 10-15 hód akácerdő, úgyhogy itt a gépipari technikum, talán oda kellene menned, mert a szakmát ad, és olyan érettségit ad, amivel kiválóan el lehet helyezkedni. Mi mindent lehetett megtanulni a gépipariban? Hiszen ott nyilván már megvoltak azok az eszközök is, hogy elmélyítse a tudását. A gépipari nagyon-nagyon kemény iskola volt akkoriban, ugye óriási túljelentkezés volt a 60-as évek közepén, tehát ha jól emlékszem, fölvettek talán 200 hallgatót, és 1500-2000 jelentkező volt. Nagyon erős volt a műszaki tárgyakban, nagyon-nagyon jó tanárok voltak, és szerencsére ott volt Áron Nagy Lajos, a Munkácsi Díjas festőművész is, aki ábrázoló geometriát tanított nekünk. Ez megragadta önt? Mármint a geometria, hiszen sokan azt mondják, hogy a festészetben van a szépség, de mégiscsak mindennek az alapja a geometria.
Abszolút, nagyon erős műszaki alapokat adott a későbbiekben, amikor lassan elkopott a természethez kapcsolódó rajzok mennyisége, és átvette gyakorlatilag egyeduralkodóan a járművek rajzolása, eleinte csak rajzolása a meglévő autóknak, későbbiekben pedig egyre többször próbáltam a saját fejemből olyan ötleteket meríteni, hogy hogy lehetne ez az autó, hogy másképpen nézzen ki, hogy lehetne úgy megrajzolni. Mikor derült ki, hogy ez lesz a hivatása? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a mi hobbinak, illetve iskolai tanulmányok alapján alapvetés egy ideig, abból nem mindig lesz hivatás. Hát igen, az én esetemben rendkívül szerencsés volt, mert a hosszú órák, minden nap hosszú órákon keresztüli rajzolás, az a hivatásommá vált, ugye, munkámmá vált. Az Icarusban ez egyirányú út volt, ugye Székesfehérváron gépipari technikum Icarus gyártmánytervezés. És ott a kötelező feladatok elvégzése után nagyon sokszor csak úgy a tábla szélén én skicceket készítettem, különböző vázlatokat, és erre felfigyeltek az akkori vezetőim. Tehát ez volt az út eleje mindenképpen. Amikor viszont már elkezdett tervezni, az azért az egy következő lépcsőfok. Ennek mi volt a menete? Hogy kezdődött? Emlékszik az első pillanatra, amikor azt mondhatta, hogy igen, most már tervező vagyok? Végig kellett járni egy bizonyos ranglétrát, nyilvánvalóan. Az első feladataim az volt, hogy hónapokon keresztül átrajzoltam a gyűrött és szakadt pauszokról, amelyeket ugye fénymásolásra használtak, komplet autóbuszvász terveket. Amit én rettenetesen utáltam az első napokban, egy rabszolgamunka volt, de később ráébredtem, hogy ezen munka alapján viszont megtanultam az autóbuszt az utolsó csavarig is. És ugye hát korábban is már volt a korábbi rajzolások munkáim alapján egy kialakult térlátásom, amit ez csak tovább segített, hiszen a tervezői munkához elengedhetetlen, hogy nagyon jó térlátásra legyen valakinek. Egyik oldalról, másik oldalról pedig kellett hozzá hivatottság és tehetség is. Ugye hajlamosak vagyunk elfeledkezni, és nem is nagyon beszélünk róla, hogy a 70-es évek végén már gyakorlatilag a 255-256-os buszok, amelyek közül még most is látunk jó néhányat, azok folyamatosan gördültek le a szalagról, naponta 25-26, tehát ez az időszak teremtette meg annak a lehetőségét, hogy az Icarus valóban Európában is elfogadott autóbuszgyártó legyen, viszont az önök már a következő lépcsőt tervezték. Mitől voltak különlegesek ezek a 300-as járművek? Hát ugye a 200-as család az hosszú évtizedek óta gyártásban volt, óriási darabszámot, a Földön ugye a legnagyobb darabszámmal legyártott 10 méter fölötti kategóriában készült autóbuszokat jelentett, de nyilvánvalóan a KGST piacnak a követelményei nem voltak akkorák, hogy a vezetőség túl korán belefogjon egy új család fejlesztésébe. Aztán egyre több nyugati és közel-keleti piacra is kijutott az Icarus, exportált, és ezek a piacok fogalmaztak meg egy olyan igényt, hogy akkor már ketté választották a városit, és ketté választották a távolsági autóbusz családokat tervezés szempontjából is. Így a 300-as ugye a luxus távolsági család volt. Arra azt a feladatot kaptuk, hogy mindenképpen egy előremutató, de a gyártás technológiába jó beilleszkedő formatervet készítsünk. Hát az első skicceimet azt nagyon-nagyon merésznek ítélték, úgyhogy azt mondták, hogy majd talán 30-40 év múlva beszéljünk róluk ismét, és ezért jelentősen vissza kellett venni az álmodozásból, és hát így született a 300 család sok-sok skicc és elképzelés után. Ez ízig-vérig európai szintű autóbusz volt már? Hiszen azért nagyon jól tudjuk, hogy azért a Mercedesek nyugaton az már teljesen másmilyenek voltak, mint az egykori 200-as busz család. Mi próbáltuk megcélozni nyilvánvalóan a legmagasabb szintet, és a kiállításokon, a nyugati kiállításokon, tehát például Frankfurtban, ami akkoriban a legnagyobb nemzetközi haszongépjármű, autóbusz és személyautó kiállítás volt, mérhettük le, hogy ez sikerült-e vagy sem. És úgy tűnt, hogy sikerült, mert óriási tömeg vette
körbe az Ikarus standot látogatta, ott egy tárgyaló, egy speciális tárgyalóautóbuszt tettünk ki, és hát amit még sosem említettek és sosem fordult elő, az összes nagy a Setra Mercedes MAN Neoplan vezetősége, igazgatói mind eljöttek a strandra és megnézték, illetve a szakújságok olyasmiket írtak, hogy Európa legszebb hátfala, hogy jövőbemutató formaterv. Tehát ez alapján azt mondhattuk azt, hogy minden beképzeltség nélkül, hogy sikerült elérni, amit megcéloztunk. Tehát ez egy megerősítést jelentett. Ugyanakkor ez nem tudott igazából megvalósulni, hiszen tudtuk, hogy jött egy olyan időszak, amikor a recesszió rányomta bélyegét a gazdaságra, és az Ikarusra nem különben. Ez miként érintette önt, hiszen jött a rendszerváltás időszaka, és a rendszerváltás időszaka előtt, illetve közvetlenül utána az Ikarus is, hát sajnos mondhatjuk, hogy eltűnt, mintha nem is lett volna. Hát sajnálatos módon ugye a nagy politika, a világpolitika még ilyen szegmensekbe is behatolt. Ezek a változások azt jelentették, hogy a 300-as család dacára egy rengeteg nemzetközi díjat nyert, rengeteg pozitív kritikát kapott, és a nyugati piacokon is kelendő típus volt. Sajnos beleesett a KGST és a rendszerváltás időszak, a KGST összeomlása és a rendszerváltás időszakába, ahol ugye addig is stabil kereskedelmi kapcsolatok fölborultak, a legnagyobb piacok, mint Szovjetunió, NDK, Lengyelország teljesen visszavettek a megrendelésekből, és hát ez alapján az Ikarus szükségtelenül nagynak, egy régi korból ott maradt dinoszaurusznak. Tehát a minőség az megvolt, viszont a mennyiség csökkent méghozzá jelentősen. Így van. És ez nyilvánvaló lehetetlenné tette, hogy tovább fejlődjön, tehát ívet adjon az autóbuszgyártásnak. Mihez fog egy rendkívül tehetséges ember, akit számos elismerés övez, akkor, amikor kiderül, hogy hát nincs, igazából kimondhatjuk, hogy nincs tovább út. Tehát ön lépett, azt tudjuk. Hát be kellett látnom, hogy a mi szintünkön hiába fényesítjük, polírozzuk a óceánjáró korlátait, bizony az óceánjáró az már zátonyra futott és kezd süllyedni. Úgyhogy személyes okok miatt is kezdtem el a világba körülnézni. Szerencsés módon végül is nem én találtam valakiket, vagy valamilyen céget, hanem engem találtak meg. És hát így kerültem ki Egyiptomba. Igen, tehát a szakmai tudását nyilván megbecsülték szerte a világban, hiszen ahogy említette, a kiállításokon azért csak-csak kiderül, hogy az a magyar tervező sokkal többre képes, mint itthon a lanyhuló érdeklődés, illetve lehetőségek mellett megvalósítandó buszgyártásra. Tehát Egyiptom, Scania, Mercedes. Azt hiszem, hogyha valaki csukott szemmel kimondja ezt a két szót, vagy így együtt kötőjellel, akkor bizony azt mondja, hogy igen. Mi mindent tapasztalt meg Egyiptomban? Nagyon érdekes kihívás volt. Hát nyilván, akinek egy külföldi állást kínálnak, ő is, de egy kívülálló számára pláne úgy tűnik, hogy ez egy roppant egyszerű dolog. Egy új állás, egy jóval magasabb nyugat-európai fizetés, jaj, de jó neked, és a többi, és a többi. De mint ahogy Magyarországon is egy munkahelyváltás azért nem zajlik le azért abszolút simán és problémamentesen. Ez egy külföldi országban, főleg amelynek ennyire eltérő a kultúrája. Egyedüliként egy közepes cégnél, külföldiként, ráadásul európaiként az ember aztán rájött, hogy ez egy sokkal kényesebb szituáció, és minden nap bizonyítani kellett. De ez nagyon jó dolog. Ezt gondolom, hogy hajtja az ember fiát, függetlenül attól, hogy ahogy mondja, hogy egyedül volt, a családja nem tarthatott önnel? De velem tartott a második feleségem, ha így fogalmazzak, mert sajnos időközben volt egy válásom. Hozzá kell fűznem, hogy a sors az rendkívül furcsa dolgokat tud produkálni, hiszen az Ikarusztól én már voltam kint, azt hiszem nem egész 6 hónapig Egyiptomban, és hallottam és tudtam erről a cégről, mert az Ikarusznak az egyik mindig buszát ott szerelték össze, de én soha nem találkoztam személyesen a cég igazgatójával,
tehát csak hallomásból, én a General Motors Egyptnél voltam kint, mindig a KUSZ kiküldött, úgyhogy amikor ez a lehetőség fölmerült, és kiderült, hogy egy egyiptomi cég, a Gabor Scania érdeklődik utánam, megmondom őszintén, hogy volt időszak, amikor azt hittem, hogy csak egy nagyon otromba ugratás az egész, mert nem igazán jól viseltem, hogy gyakorlatilag haza hívtak az egyéves szerződésem dacára 6 hónap múlva, más feladatok címszó alatt. Otthonra talált egyébként Egyiptomban? Otthonra talált? Abszolút. Tehát jó, akkoriban azt hiszem 14 milliós volt Kairó, annak a földrajzi középpontjában éltünk, tehát egy 14 milliós, másrészt nagyobb lélekszámú, én megapolisznak hívom, vagy gigapolisznak hívják, hogy tetszik, hiszen manapság már 20 millióan élnek Kairóban. Szokni kellett azt az életet, azt az életritmust, plusz azt, hogy miután 40 kilométerre volt a cég a lakóhelytől, ezért bizony a napi közlekedés, ami ott én úgy mondanám, hogy utcai harc, többé-kevésbé, az a napi 2,5-3 óra az jelentős energia vámpír volt az életemben. Nyilván magas elvárások voltak egy érkező tervező felé, de azt hiszem, hogy megerősíthetjük, hogy ez bejött önnek is, és az egyiptomi gyárnak is. Ez mit jelentett munkában? Hiszen én azt hiszem, hogy egyik oldalról kivételes lehetőség, másik oldalról pedig rendkívüli felelősség. Rendkívül nagy felelősség volt, de így visszatekintve én talán azt mondhatnám, hogy amikor az alföldi bácsik a szürke hályogot operál a bicskájával, és igazából nem méri fel, hogy ez mekkora kockázatot jelent, lehet ezt önbizalomnak is tartani talán. Az volt a feladatom, miután a cégnek akkoriban egy hát nagyon-nagyon öreg, én viktoriánus korabeli karosszéria, angol karosszériával volt a Scania, egy nagyon modern alvázon egy távolsági autóbusza. Azt mondták a feladatom, hogy egy teljesen új európai színvonalú autóbusz család formatervét kell elkészítenem, amit egy kicsit színesített az is, hogy nagyon-nagyon kevés mérnök volt akkoriban. És itt jött be az, hogy ugye időközben én elvégeztem a győri műszaki főiskolát is, tehát járműgyártó mérnöki diplomám lett, nagyon erős volt a mérnöki szakmai tudásom ezen a téren is, és ennél a cégnél ez rendkívül fontos volt, hogy nem csak formatervet, hanem mérnöki terveket is kellett készítenem. Úgyhogy az alapok azok, hogy úgy mondjam, könnyű volt átugrani, de hát a másik véglet meg az volt, hogy európai színvonalú legyen az autóbusz formaterve, az autóbusz család formaterve, és mindez bemelegítésnek, én úgy mondtam, hogy vizsgamunka, egy nagyon speciális tárgyaló autóbusz tervét kellett elkészítenem, amely a szaúdi hadügyminiszternek ment, egy főhercegnek, és én a közel-keleti, az arab világ építészeti, belső építészeti stílusát vettem alapul, és úgy terveztem meg az autóbusz, tehát abszolút olyan kinézete volt, mint mit tudom, a szaúdi királynak mondjuk a üzleti gépe belülről. Nagyon érdekes volt egyébként, mert azt mondták, hogy a hercegnek vagy a főhercegnek van egy 747-es zsambója, mármint privát, van egy 130 méteres jaktja, helikoptere és a többi, tehát körülbelül ehhez a szinthez kell belőni a színvonalat. Minden anyagot használhattam, kivéve tömör aranyat nem. Úgyhogy aztán az elefántcsont berakásos asztaltól a igazi mappabőrig, borjúbőrig, kézzel faragott díszekig, dekorációk, minden, mert nem volt az autóbuszban. Amikor nem a főherceggel tárgyaltam nyilvánvalóan, de amikor jött a képviselője, ő is meglepődve vonta fel a szemét, és nagyon tetszett neki. Egyetlen egyet kérdezett meg, ugye hát a szalomban, több részre volt az a busz, a szalomban egy 8 fő részére kialakított 2 ó alakú bőr kanapé tévével, bárszekrényel volt betervezve, és mondta, hogy igen, nagyon szép, de az ő szokásuk az, hogy amikor például étkeznek, akkor lent van a földön egy nagy-nagy piláfos, ugye birka, rizses húsos tál, körbeülök, és akkor ők abból falatoznak. És
És én mondtam, hogy természetesen tudok erről, de képzeljen egy egyszerű szituációt, amikor mondjuk vészfékez az autóbusz, és az előkelőségek a rizses húsra együtt főtapadnak a szemközti válaszfalra, elképzelte és mondta, hogy jó lesz így. Tehát megértették, és csoda született. Igen, nagyon nagy visszhangot keltett Szaúdiba is, utána egy ugyanilyen autóbusz készült, még egy, az pedig a Mubarak egyiptomi elnök számára. Tehát siker kísérte ezt az utat is. Hát legalábbis a bemutatkozást, bemutatót is. Fájó szívvel búcsúzott egyiptomtól? Hát én 6 évet töltöttem a Gabulszkániánál, és ott különböző, ugye ez egy családi cég. Meghalt az elnök, örökösödési, nem azt mondom, hogy harc, de hát egy ekkora nagyvállalatbirodalom volt. Egy ekkora vállalatbirodalomnál azért nem mindegy, hogy ki, hogyan, mit örököl. Lényeg az, hogy az én igazgatóm, aki az egyik résztulajdonos fia volt, úgy nősült, hogy megkapta az apósi támogatásával a Mercedes haszonjármű értékesítés gyártás jogát egész Afrikára és Közel-Keletre. Az azt jelentette, hogy ő egy teljesen új céget alapított, új gyárat, amely egy 21-22 fővel egy villából, egy kairói villából indult. És nekem már lassan lejárt ez a második 3 éves terminusom, és azt kérdezte, hogy lenne kedvem hozzá átmenni. Miután én nagyon-nagyon jó viszonyban voltam vele, természetesen csábító és hízelgő volt ez, hogy áthívnak egy új céghez, de közben kaptam Amerikába is egy nagyon komoly ajánlatot, és hát az a hónapok mentek el, hogy lesz, mint lesz az amerikai szerződés, de nem túl jó dolgokat hallottam, és ennek nyomán aztán úgy döntöttem, hogy átmegyek az MCV Mercedeshez. És ott aztán tényleg abszolút nulláról kellett kezdeni, ez egy úgynevezett sárga homokos beruházás volt, jelenleg 6,500 ember dolgozik a cégnél, és hát azt mondanám, hogy az életben ritkán adódik egy olyan szerencse, hogy egy ekkora nagy céghez az ember embrionális korában csatlakozhat. Igen. És, hát, és benne van a Mr. Karimé, ugye az elnök vezérigazgató mondását idézve a családba, igaz, hogy nem adott résztulajdont, úgyhogy azt nem győzöm a szemére hányni, hogy egy igazi családtagnak kellene, ugye némi részvény is. De hát a döntés felelőssége az övé, illetve az öné volt, hogy elfogadta ezt az ajánlatot és kiteljesedett. Nehéz szívvel búcsúzott? Magától a munkáktól igen, és még pár évig természetesen szakmai kapcsolatban maradtunk. Eljutom dacára, hogy a közeg, tehát az egyiptomi ember nagyon segítőkész, barátságos, az átlagember, a közember, de azért akkoriban már egy 18, azt hiszem akkor 18 milliós nagyvárosban 40 kilométert megint egy másik irányba elautózni, a nemzetközi reptér mögött volt a cég, délután visszaautózni, ez napi minimum 3 órát jelentett, volt amikor többet. Tehát ez fölemészti az embert egy idő után, nagyon-nagyon kemény az ottani vezetés ilyen szempontból per nap. Ugyanakkor annak tükrében, amit olvastam önről, hogy a tervezés mellett folyamatosan videózott, folyamatosan csinált mást is, mindjárt beszélgetünk arról is, furcsa lehetett a nyugdíjas fővel. Összegezte egyébként az eltelt időszak csodáit, hiszen egy olyan életpálya állt ön mögött, ami azt hiszem, hogy példátlan ilyen értelemben. Igen, többféle módon is készítettem, az egyik hobbim a videófilmek, fotóösszeállítások, és tavaly írtam egy, hát mondjuk azt, hogy életpályakönyvet, amelynek a címe, hogy a Cápák és Ceruzák, ez kifejezi. És ezt már is megmutatjuk, kedves nézőnk, Cápák és Ceruzák. Mi már beszélgettünk itt Ferenccel előtte, ez egy csoda lesz. Hadd olvassam fel itt a hátlapon, mert hogy a hátoldalon. Kicsi gyerekkorom óta 1000 és 1000 ceruzát koptattam el, a kesztelésből hivatás lett, ami az életem nagy részét betöltötte, hiszen erről beszéltünk. Valahol ennek köszönhetem, hogy 1000 és 1000 órán át csodálhattam egy másik világot, a víz alattit, ahol a cápák megszokott társaim lettek. Főképpen ennek a két világnak a történeteit szerettem volna megosztani a könyvemben, remélve, hogy a sok-sok izgalmas élmény és kaland mások számára is érdekes lesz.
Én azt gondolom, hogy biztos, hogy érdekes lesz, de akkor beszéljünk a cápák és ceruzák könyvről. Mert ez egy, én azt hiszem, hogy ez egy megkoronálása tulajdonképpen az egész életpályájának, és hogy emellett, tehát a sikeres tervezőmérnöki munkája mellett még el is jutott ideje, és ráadásul kiemelten. Onnét jött a gondolat, hogy ezt meg is írja, hiszen itt olvasom, hogy több száz órányi nyersanyagból gazdálkodhatott. Igen, videóban azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy több száz órányi víz alatti felvétel, fotóban talán több tízezernyi. Korán kicsirázott az, hogy a videófilmek készítésére utalnék most, hogy valamilyen formában azért ezt össze kell vágni, és emészhető időtartamba kell valami sztorira fölfűzni a történteket, hiszen sok embernek megmutattam ott kint, de azt a hibát elkövette, hogy vacsora és némi iszogatás után, úgyhogy 5 perc múlva nyers felvételeken mindenki elszundított, tehát ez egy teljesen tökéletes kritika volt arra, hogy rosszul csinálom a dolgokat. Maga az írás, a könyv megírása, az onnan fakadt, korábban is írtam magazinoknak. 4-5 magazinnak volt, amelyiknek éveken keresztül a Vöröstengeri buvárkalandokról. Tehát volt némi alapja, hogy elgondolkodjak, és pár barátom kérdezte, hogy ha élvezték. Hogyha ennyire jól meg tudom írni, hogy mi történik a víz alatt, és egy laikus számára is élvezhető, tulajdonképpen miért nem vágok bele egy összesítésbe, amiben belefűzném az életemet, a szakmai karrieremet is. És hát innen fakadt a könyv ötlete. Hol tart most? Mert hát, látjuk, ez egy fantasztikus címlap, ezt még egyszer megmutatom. A lendületem aztán akkora volt, hogy 360 oldal és valami 200 fotó sült ki belőle, amire természetesen azonnal mondták, hogy ez így kiadhatatlan. Úgyhogy ez tulajdonképpen az első kötet lesz, amely 260 oldalnál megáll, amiből 80 oldal ugye a fotós. Meglátjuk, hogy mi lesz a következménye. Ha nem lesz nagy bukás, akkor valószínűleg a második kötet is, hiszen már megvan írva, amely a távoli óceánok, a csendes óceán, Atlanti óceán, Indiai óceán, Indonézia eldugott sarkaiba tett buvárutakat, egyéb utakat fogja felölelni, akkor talán az is kiadásra fog kerülni. Ugyanakkor említsük meg, hogy a könyv értékesítése befolyt összeget felajánlotta. Igen, úgy gondoltam, hogy nekem elég lesz talán, hogy fennmarad egy könyv utána, hogyha szabad így fogalmazni, és az én számomra befolyt összeget, ezt felajánlottam az Országos Onkológiai Intézet Kék Golyó Alapítványának, részben családi vonatkozások miatt is. Értem. Jó, hát érdeklődéssel várjuk. Én már is ígérem kedves nézőink önöknek is, és önnek is, hogy amint megjelen a könyv, akkor ott leszünk a bemutatón, és egy beszélgetést ejtünk erről, mert érdeklődéssel várjuk, hiszen köszönöm az szépen. Ön életpályája azt hiszem, hogy példa arra, hogy mi mindent lehet elérni szorgalommal és tehetséggel. Nos, hát mit kívánjunk önnek? Én jó egészséget kívánok az egész családjának. És hát köszönöm szépen, hogy megtisztelt. És természetesen, ahogy ígértem, visszatérünk a könyvbe. Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetést látták. Vendégem Őrsi Ferenc volt, a legendás Ikaru, 300-as Ikarus buszok tervezője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a következő adásban ugyanakkor, ugyanitt. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.